Stílusosan, gyalogosan érkezett a polgármester és az alpolgármester a Kossuth Ferenc utcai okos gyalog átkelőhelyhez. Véget ért a próbaüzem, így ma hivatalosan is átadták a forgalom számára az okos zebrát. A polgármester dr. Csáky András úgy fogalmazott, bíznak benne, hogy így még biztonságosabbá válik majd a gyalogosok számára a közlekedés. Ha valaki átmegy a zebrán, akkor látja jól, hogy mindkét oldalt villanó fények jelennek meg. Közeledő autósokat figyelmeztetik arra, hogy vegyék vissza a tempót, mert itt gyalogosok közlekednek. Az eddigi tapasztalatok kedvezőek voltak, tervezzük további ilyen gyalogos zebra kialakítását. A tervek szerint a Nagypostánál, a Református iskolánál, a Körösi úti bevásárlócentrumnál, illetve a Malomtószéli hipermarketnél lesznek ilyen átkelőhelyek még. Az okoszebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. A rendszer csak akkor lép működésbe, amikor a mozgásérzékelő kamerarendszer észleli a zebrához érő gyalogost. Így bekapcsolnak a villanó fények, amelyek már messziről figyelmeztetik az arra közlekedő autósokat. Maga a beruházás nem sokkal több, mint 2,7 millió forintba került. Jelenleg ennek az egy zebrának a megvalósításába a generáli biztosító is 50%-kal beszállt, tehát az összegnek a felét kellett csak az önkormányzatnak állnia. Bízunk benne, hogy ezzel is a város közlekedése biztonságosabbá válik, hisz ne felejtsük el, hogy évről évre növekszik az autók száma. A polgármester hangsúlyozta, vigyázzunk egymásra, mindenki vezessen óvatosan, a gyalogosok pedig körültekintően közlekedjenek.